Jó estét kívánok mindenkinek, folytassuk a koncertet. Nincs karácsony, karácsonyi vacsora nélkül, mindenkinek előre is jó étvágyat kívánok hozzá. Azért gondolkodjunk el azon, hogy abból, ami a karácsonyi asztalra kerül, végül mennyi jót adtuk át. Hát ami azt illeti a világon, elég sok. A világon megtermelt összes élelmiszer egy harmada, az valamilyen formában a szemétre néz. Ez 1,3 milliárd tonna. A Földön 800 millió ember közbéhezéssel. 1,3 milliárd tonna szeméten landolt élelemmel több mint kétszer ennyi embert lehetne jól adni. A világban van élelem, több élelem van, mint ember. Csak nem jut el azokhoz, nem jut el azoknak az asztalára, akik szükröltöknek, mert ehelyett a gazdagok szemét adjára kerül. Az a élelem, amit kidobunk, az persze munkát is jelent, vetőmagot, üzemanyagot, növényvédőszereket és mindenekelőtt vizet, sok-sok vizet. Az 1,3 milliárd kidobott tonna élelmiszer megtermeléséhez évente annyi vizet használunk fel, mint amennyi a Volga folyó, Európa legnagyobb folyójának teljes éves vízhozama. Ez olyan, mintha a Volga folyót minden évben egy gigantikus szempontban vezetnénk. Ha ezt az 1,3 milliárd tonna kidobott élelmiszert egy országnak tekintenénk, akkor a világ harmadik legnagyobb üvegházgáz kibocsátója lenne ez az ország, Kína és az Egyesült Államok után. És hogy Magyarországról is szóljak egy szót, a statisztikai hivatal adata, hogy egy átlagos életvitelű magyar család havonta és fejenként 1000 forintára élelmiszer küld a szemétbe. Ez évente 48 ezer forint. Mi lenne, ha ezt a 48 ezer forintot letennénk a Föld karácsonyára? Ránk költenek, biztosan lehetünk venni belőle nekünk egy kicsit biztonságosabb, egy kicsit élhetőbb, egy kicsit kevésbé ijesztő élet. Folytatjuk a karácsonyi koncertműsorát. Folytatjuk a karácsonyi koncertműsorát, itt mögöttem a franciások kórusa áll, akikkel szemben nekem súlyos adósságaim vannak, mert tavaly, amit el lehetett mondani velük kapcsolatban, az mindent elrontottam. Először is azt mondtam, hogy először énekelnek franciások a karácsonyi koncerten, de nem, tehát most például nem másodszor. Aztán elfelejtettem mondani, hogy a felkészítő tanárok dr. Füléni Bio Gabriella és György Gyarmati Andrea, és állítólag valami iszonyú Albán Hegyi Pásztor kiejtéssel mondtam a címét annak, amit énekelnek. A Kids United együttes számát Loiseau et l'enfant, a madár és a gyermek. Milyen esetek, én nem szép dolog. Reggel nevetnek, ez nem szép dolog. Szóval a madár és a gyermek, ez biztos jó című dalat fogják énekelni. Aztán Kedves Dőlinc következik zongorán. Respighi Notturno című művét adja elő. Ferenc Panna táncol. Birdy People Have People című dalára egy koreográfiát fogunk látni, olyan, akik előülnek, majd fentállnak egy kicsit kevésbé, akik hátul. Az Ex Animo énekvintet következik. Nagy Móra, Helyi János, Kedves Lőrinc, Kismarcel András és Nádas András. Mary Did You Know című dalt fogják elénekelni majd, és végül Kis Galesz következik nekünk, ezúttal a zongorán, Beethoven, Erfurt zongora szonátájának második vételét adják elő, érezzük tovább, és nagyon jól van.
Horácius ezt írja a Taliátuszhoz címzett órájában. Csak egy részt. Nézd a szorátét, nézd magas korma, hogy önök fehérek. Roskad a hó alatt, és nyög az erdő, és a fagyban a folyamok vize mind leállott. Fűcs hát, hadd oldja a szigorákat, fűcs jó keményen, és hozd ide két fülű kancsolat, és töltsd bőkezőben a Taliátusz a legjobbából. A többit bízd rá, bízd az egekre. Horácius megértett valamit a világ szerkezetéről. A legegyszerűbb szerkezet ez. Van a lent, és van a kint. Kinten tudunk élni. Ha elindulnánk innen a Földön, mennénk fölfelé 100 kilométert, mihez Budapestére. És ott már nem tudnánk élni, már fél úton se tudnánk élni. Itt tudunk élni. Én arra szántam ezt a mai napot, hogy, hogy valahogyan felrajzoljam az a térképére ezt a feladatot, hogy ha 20 év múlva, ha 30 év múlva, ami nekünk ma jövő, de nekik az lesz a jelen, a gyerekeink, az unokáink megkérdezik tőlünk, hogy hol voltunk akkor, és mit csináltunk akkor, amikor még volt esély, akkor mi a szemükbe tudjunk nézni, és tisztességes és tartalmas választ tudjunk adni erre a kérdésre. Nincs itt senki, aki egyedül meg tudná oldani a problémát, de nincs itt senki, aki ne tehetne valamit, aki ne tehetne meg valamit a Föld karácsony fája alá. Fehér karácsonyt kívánni most nincsen túl sok értelme, én zöld karácsonyt kívánok. Nem méreg zöldet, hanem fűzöldet és erdőzöldet. Köszönöm, hogy meghallgattak, és persze az elmaradhatatlan mondat jövőre veletek. És egy spirituálét, This Big Light of Mine címmel. Molnár Petra és Párfi Máté népdalokat énekel majd, karácsonyi népdal, népdal sokas részekre. És végül a műsorban a néptánc együttel zárja. Kalota szerint táncokat adnak elő, Farkas Boróka, Gár Csanád, Prinz Alexander és Horváth Krisztó. Hogy tovább egy szép estét I never knew, but it's someone waiting for me.
második szólás. És a közönségnek ez a lelki vele. Negyedik szólás. Innentől a tűzik föl. Fog szólni? Thank you.